Több nélkülözhetetlen témát is érintettek, a legkiemelkedőbbekről Aperszoffer Ágnes, a város polgármestere adott tájékoztatást. Az idősek otthonának fenntartásában jelentős változások lesznek. Ez év január 1-től működtetünk uh, újra a városban, tehát korábban a szexárdal, illetve szexári társulással együtt működtetünk, mi ebből kiszálltunk, és uh, most jutottunk el oda, hogy, hogy, a döntés ugyan már korábban megszületett, hogy át szeretnénk ezt adni a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak, de most kapták meg a befogadási engedélyt, vagy a hozzájárulást az államtól, és most született meg az a döntés, hogy akkor átadjuk. A tolnai élet megkönnyítésének és korszerűsítésének érdekében is lépéseket tesznek. Korábban már döntöttünk egyes fejlesztésekről, például a, a Táncsics utcai elvezetés problémájának a megoldásáról, vagy parkolóhelyek létesítésének a tervezéséről. Most jutottunk el abba a szakaszba, hogy a Táncsics utcai csapadékvíznél már kivitelezőt választottunk ki, tehát ahogy aláírjuk a szerződést onnantól kezdődhet a kivitelezés is, tehát remélem, hogy ez még a, a, nyári nagy esőzések előtt még meg tud valósulni ez a munka, és, és a tervezőt is kiválasztottuk, hogy kik fognak, vagy ki, ki, fogja tervezni az új parkolóhelyek létesítéséhez a terveket. A helyiek kérvényeit megvizsgálva, ha szükséges, új lámpatesteket fognak kihelyezni, mivel többen szeretnének bővítéseket ezzel kapcsolatban. Ennek oka lehet részben az is, hogy a, hogy a ledes megvilágítás az már nem szórt fényt ad, hanem, hanem, kifejezetten a lámpaoszlop alatti területet világítja meg, és így vannak bizony olyan területek, ahol, ahol sötét van, Úgyhogy a lakossági kérések érkeztek az elmúlt testületülésen is döntöttünk arról, hogy megterveztetjük ezeket a, ezeket a bővítéseket, mert hogy nem mindenhol annyira egyszerű a dolog, hogy csak fel kell szerelni egy lámpatestet egy villanyoszlopra, hiszen van, amelyik villanyoszlopon nincs is közvilágítási szál, vagy esetleg az is lehet, hogy nincs oszlop. Úgyhogy felkérünk egy tervezőt, hogy, hogy ezt nézze meg. Jó hír, hogy újra meghirdetésre kerül a gondos gazda virágos sport a környezetszépítő verseny, amire az előző évek tapasztalatai alapján idén is nagy lesz az igény.